ilyet fogunk forgatni. Mától nem vlogban utazunk és ilyen kis Instagram videókban, hanem nagyon komoly cuccokat szerváltunk, és egy jelenetet fogunk, egy kis filmet forgatni, ami arról fog szólni, hogy üldözés. Üldözés a címe, jól tudom. Nagyon-nagyon komoly cucc lesz. Nagyon komoly gadgetekkel. Várj! Ez tök jó, hogy itt tudsz menni, úgyhogy ez lesz a futópálya, oké? Okay? Itt fogsz szaladni és itt fogod üldözni. Berobbantunk a filmiparba! Tehát itt hasa, igen. És lehet, hogy picit szét is teheted alatt, tehát így komoly esésen vagy túl, szerintem. Úgy, úgy. Ezt le kéne rakni valahova. Itt van a kocsi? Jött, mondtam. Itt nem lesz gáz. Jó. Most valahogy eljátsszuk, hogy ő halott. És nagyjából az fog lenni, hogy én kilépek az autóból, így a bakancsom fog csak látszódni, és elkezdem üldözni, ami nagyon durva lesz. Az autóval kezdem persze üldözni, ami még durvább lesz. Most teszik fel a kocsit. Akkor ha 30-ban, akkor 60. És mindjárt nézzük a képet. Még? Az ég, látszódjon. Úgy, úgy. És a sötéteket kibírjuk húzni. Úgy, úgy, jó lesz. Jó, 13-as reked, bazeg. Lehet, hogy sok. Sok. Nincs súlyt. Nincs kicsit az endél. A szegény javul is mi jó, mert egy 10 percre fekszik ott, nem? Na, most már stabil a kocsi, mert nincs kézifék. Most már ez új kézifék. Lehet zúgatni. Zúgass! Tájki! Még itt felveszik az órát, és utána lesz az ébredés, jó? Szuper! Hajam, amit csináljak? Hogy álljon? Mint akit üldöznek? Hát most így még jó. Ja. Úgyis fiúk, szerintem hasaljunk le. Ja. Legyen meg ez az első része, jó. Aztán a többi az már mind részlet, és az mehet arra bent. Úgyhogy abban nem lesz. Így van, szuper. Na, valahogy ugyanazt a pózt kéne felvennem. És segítek beállítani az órát. Jó, jó, rendben. Ébredsz. Kurva jó! Megnézzük! Jó, milyen brutál! Ez egy megbasztod! Anyás! Mocskos, hogy jó lett! Az is szúr. Mondd még egyszer. Mondom, állj csak. Mi itt a szúr a macska szart? Ja. Nem olvasom ilyeneket a neten. Vágom. Mert várjál, olyat fogunk csinálni, hogy félig háttal követem, hogy a háta látszódik. Most nagyon nagy szívás van, mivel az uháznak valahogy felforrt a vize, vagy nem tudom, így túl melegedett a gép, és vagy lefulladt, és nem bírom begyújtani. A legnagyobb probléma az, hogy ilyen 100 fokos a víz, és így az előbb így gőzölt, az megvan amúgy, hogy így gőzölgött az egész? Nem. Nem baj. Ne inkább jobb is, hogy nem látom, mert szörnyű látvány volt, és most remélem azért, hogy be fog gyulladni, és be tudjuk fejezni a movie-t, és de a legfőbb remélem, hogy működni fog. Gyorsan, jó? Jó. Mi lesz ma az Uzsi Géza? Nem tudom. Mit csinálsz nekünk? Ah, most semmit. Baratja. Most még ideges vagyok. Nyugodj meg. Itt a tanyán minden nap a Géza csinálja a kaját mindenkinek. Nagyon jól főz. Nem nézzétek ki belőle, tudom? De egy igazi mesterszakács.
Ó, hát ez már kis. Lehet minden szósa tíz azért, hogy a leggyorsabb. Nem nyitom fel már. Nem, még véletlenül. Nem, szerintem van. Ezt tegyed, hogy begyullad el. Nem, most még nem gyújtok. Itt hagyjuk. Ilyen esetleg egy próbált meg. Ezt kell akkor csinálni. Azt nem kell felvenni még egyszer. Nem, itt az háromszor felvettük. Ott nagyon jó, nagyon jó. Tényleg? A profi volt által. Színész, Oszkár. 346 minutes later. Gyere! Ez az, szuper. Még egyszer, jó? Visszatudsz menni? Irányba, de csak itt a bokorig, ameddig én bírok menni. Jó, várjál. Tudtok a kezedbe? Oké. Gyere. Kurva jó. Még egyszer visszamész, a másik elejére. Oda menj az elejére, Liszi. Jó. És felé futsz. És ki tudsz-e esetleg ugrani jobbra-balra előlem? Szóval az én részem kb. Ennyi volna, én meg is volnák az autós jelenetekkel, felvettük, ők még a kukoricásban szórakoznak, felvesznek még ilyen néhány ilyen jelenetet, ami kell a videóhoz, és meg is leszünk nem sokára. Szuper cool. Szegény tanítom, ugye a kukorica teljesen már összevágta, és ez van, ilyen ez a filmszakma.